Üdvözlöm a kedves nézőket, Végel Tamás vagyok, vállalkozó. Ez itt a Végel naplója stúdióbeszélgetés. Hogy miért ülünk itt, az egy nagyon fontos kérdés. Segítőkezet szeretnék nyújtani a mellettem ülő úriembernek. Nagy szavak, de meg szeretném változtatni az életét. 2018-ban az én életem is megváltozott. Mint mondtam, vállalkozó vagyok. Akkoriban még egy cégem volt, de a mindennapi hajtás, a cég ügyintézése, a cég életben tartása mögé burkolózva én egy nagyon rossz irányt vettem fizikálisan és egészségileg is. Ez azt jelentette, hogy korábbi hobbi sportolóként, átlagos fizikumú srácként én 135 kilóig híztam, miközben én is csak 183 centi vagyok. Elhízott állapotban voltam, és ennek voltak bőven lelki és egészségügyi, fizikális jelei is voltak. Én minden olyan elhízott állapotban lévő emberrel tudok azonosulni, aki jelenleg ebben a szituációban van. Én átlátom, saját bőrömön tapasztaltam meg azt, hogy egyfajta börtönben van ilyenkor az ember. Kapcsolataira nézve, párkapcsolatára nézve, a rokoni kapcsolataira nézve, mindre hatással van, a munkahelyére hatással van, az életére hatással van. Egy olyan börtönbe van, egy olyan lelki börtönbe tud kerülni ilyenkor az ember, amiből nagyon-nagyon nehéz kitörni, viszont az fontos leszögezni, hogy az első lépést mindig magunknak kell megtenni. És az első lépést Tamás megtette. Szia Tomi, üdvözöllek itt a stúdióban. Szia Tomi, én is üdvözlök mindenkit. Mesélj magadra egy-két szót, honnan érkeztél, ki vagy te, mi vagy te, mit csinálsz, aztán érdekessé tesszük a beszélgetést. Rendben. Boldog Tamásnak hívnak, 38 éves vagyok, egy falusi srác, aki Tolna megyéből érkezett fel lassan 10 éve Budapest. Az Élekszemcsén laktam, és onnan érkeztem fel Budapestre. Csak egy ilyen hasonlóság, én is falusi srác vagyok, ugye Bács-Kiskun megyéből, Tataházi. Falusi srácként én is Budapesten vagyok, úgyhogy igen, már van egy hasonlóság. Így van. Meg a név is ugye, Tamások igen, vagyunk. Így van. Szóval boltban dolgozom, egy élelmiszerboltban dolgozom, boltvezető helyettesként. Most már a céget lassan 6 éve erősítem, és albéletben lakom éppen Csepelen, egy nagyon jó közösségben. Egy 5 éves vérebbel, ami véd és ápolja a kapcsolatunkat. Ez a budapesti élet, meg hogy boldog vagy, meg jó a közösség a környékeden, a környezetedben, a kiskutya, mind jó dolog, de azért nyíltan beszélve ez a lelki állapot nem ilyen egyszerű, nem ilyen boldog. Elhízott ember vagy, és tudom, a saját bőrömön tapasztaltam, hogy elhízott az ember, akkor nem a boldogság percei vannak jelen az életében. Ugye az első lépést te tetted meg azért, hogy változtass, kitörj ebből az állapotból. Van egy fitness ételeket gyártó cégem, és ott regisztráltál. Ugye igen, egyébként fontos elmondani a nézőknek, hogy egymást baráti focikról ismertük meg. A legjobb kapus itt velem szemben a környéken. Igyekszem, igen. Hát nem lehet berúgni neki a labdát, tehát. Beáll a kapuba, és onnantól kezdve nincs hely berúgni a labdát. A viccet félretéve, ugye ott ismerkedtünk meg, és még ott is mentem hozzád a foci alatt, hogy Tamás, te vagy az a boldog Tamás? És helyeselte, hogy igen. Igazából akkor döntöttem el, hogy én segíteni akarok neked. Az nagyon fontos, hogy segíteni nem lehet olyan emberen, aki nem hozta meg a döntést. Tehát azzal, hogy te regisztráltál az oldalra, azzal, hogy te igazából benned volt ez a gondolat, hogy változtass, te az első lépést megtetted. És aki megteszi az első lépést, annak igenis lehet nyújtani egy kezet, hogy figyelj, erre megyünk, a hajót erre irányítjuk, és ez a cél, ezt kell elérni. Biztos vagyok benne egyébként az életed során, hogyha hízékony srác voltál, és feltehetően az voltál, akkor már többször vágtál bele diétákba. Mik voltak ezek a diéták? Mesélj, vagy mikor voltak ilyen? Én ezt elkattanásnak hívom, hogy mikor voltak ilyen elkattanásaid? Hát azt tudni kell, hogy én gyerekkorom óta túlsúllyal küzdködöm.
Mindig voltak, az általános iskolában volt diétázásom, a középiskolában. Szóval az életemben mindig többször voltak már egy bizonyos időben diéták. Egy darabig bírtam, és nem volt meg az a mennyiség fogyásnak, mennyiségi fogyás, ami azt mondta, hogy igen, csináljam tovább, és mindig abba hagytam. Meddig bírtad ezeket az időszakokat? Volt úgy, hogy fél évig, az volt szerintem a leghosszabb. Akkor lement, 10 kiló körül lement, és azt hittem, hogy én vagyok a király. Mennyire mentél, mennyire? Akkor nem voltam ennyire elhízva, de akkor is ugye már 120-130 kiló körül voltam, és lementem, és látszott is, az arcomon látszott, a hasamon más voltak a ruhák, más ruhákat tudtam vásárolni, és én azt hittem, hogy ha most ezt itt abba hagyom, akkor ez így lesz, de hát ez sajnos nem. És ugye az a baj, hogy a duplája jött vissza. Jelenleg hány kiló vagy? Jelenleg pillanatban 148 kiló. Hány centi magas? 178-180 körül, pontosan nem tudom. Az a tisztában vagy, hogy 70 kilót cipelsz magadon? Igen. 70 kiló terheli a szívedet, 70 kiló terheli, hanem is 70 kiló, de nagy részt közel ekkora tömeg a térdeidet, az izületeidet. Az összes belső szerved jelenleg el van zsírosodva. Amikor beszélgettünk telefonon, és hogy megvalósul ez az interjú, meg belekezdünk és segítek mindenben, akkor ugye azzal váltunk el igazából, hogy életveszélybe vagy. Így van. Azért vagy életveszélybe, Tomikám, mert ez a tömeg, amit cipelsz magadon, ez nem normális. És az a baj, hogy ennek véhetően szinte biztosan már lesz hosszú távon hatása. Itt az a cél, hogy a következő időszakban ezt a hatást, ezt lehetőleg gyengítsük, vagy éppen csoda folytán, de csodák mindig is vannak, meg is szüntessük. Ha itt most nagy eredményeket érünk el, teszem fel, sikerül lefogynod, ettől a tömegtől megszabadulni, azzal még mindig ne áltasd magad, hogy ennek nem lesznek visszaütő következményei. Mindennek van következményei. Egyébként ugye magamról beszélve is szólj közben, hogyha tudsz azonosulni a mondandómmal. Itt, amikor elhízott állapotban az ember, én kettő részre bontanám az elhízott állapotot. Az egyik az, aminek vannak szemmel látható jelei. Tehát a fizikális oldala, hogy nézel ki, meg így bele fogok menni a részletekbe. A másik viszont a lelki oldala. Tehát én tudom magamról, hogy amikor volt rajtam felesleg, nem mertem félmeztelen levetkőzni. Nem mertem elmenni strandra. Volt, hogy a Balatonban pólóban fürödtem. Nagyon kász, így utólag visszagondolva. Tehát körülöttem mindenki félmeztelen fürdött, én meg a Balatonban pólóba fürödtem. Tehát ez egy nem normális jelenség volt. Miközben azzal nyugtattam a környezetemet, hogy hát nap az allergiával rám, és nem akarom, hogy kipiruljak gyorsan. Ugyan már? Csak szégyeltük. Persze. Olyan frusztráció volt bennem, hogy egyszerűen nem mertem valamiért ezt ugye meglépni, hogy most én félmeztelenkedjek. Ilyen volt, hogyha elmentünk edzeni, és öltözőben a többiek előtt át kellett öltözni, vagy munkahelyen át kellett öltözni, ugye nem mindig voltam én is vállalkozó. Itt fölírtam egy-két gondolatot még, hogy biztosan ne hagyjak ki ennél a témakörnél. Ugye az nagyon fontos, hogy csökken az önbizalmad, a depresszív gondolatok jönnek az emberre. Itt most nem a legdurább végleteket, hogy itt öngyilkos lesz azonnal valaki, de igenis borulátó az életét illetően. Céltalanná válik, negatívvá válik, és ez mind abból ered, hogy önmagaddal nem vagy megelégedve. Igen. A kisugárzásod, határozatlan az ember, egy mosolyt nem tud elejteni. Vissza fogom nézni a felvételt, kevésszer mosolyogtunk, talán amikor a falusi dolgokat összehoztuk, de te kevésszer mosolyogtál. Nem mer mosolyogni az ember. Megjelenik valahol, ahol esetleg főleg nem ismerik, akkor egy ilyen bezárkózott... Keressük a sarkot.
Így van, csak én hozzám épp, hogy ne szóljon senki. És boldog percek, tudod mikor volt? Biztos, hogy benne akkor voltak a boldog perceid, amikor este hazaértél a munkából, végre nem szólt hozzá senki, maximum a kiskutyád jött oda csaholva, neki úgy is tetszettél 148 kilósan, és szépen kinyitottad a hűtőt, bevertél fél kiló kenyeret, a kedvenc kis sajtoddal, a kedvenc kis párizsiddal, és beültél a tévé elé, és hagyjon békén mindenki, kikapcsoltad a telefont. Csak ez így ment napról napra, és a kilók azok jöttek. Tudom azt is, hogy az ember környezetében vannak, nem mondom őket rossz indulatú embereknek, de akarva akaratlanul ugye megbántják az embert. Gondolom, hogy egy kollégát megpöccinti a hasadat, na mi van kis télapókám? Röhögve ilyenkor visszaszólunk, milyen télapó, én Bud Spencer vagyok, hagyjál már hülyeségeiddel, és akkor röhögünk egy jót. De nem jó érzés. De utána, amikor hazamész az albéletbe, akkor utána őrlődik rajta az ember. Igen. És utána úgy mész vissza másnap a munkahelyre, kicsit feszengsz, ebbe a ruhába volt az, amikor rám szólta, akkor biztos a ruha a gond. Akkor ruhát kell cserélni, kicsit bőbb. Aztán azt hiszi az ember, hogy igénytelenné is válik. Egy ilyen, nem mondok hasonlatot mivé, de tényleg egy, a megjelenése az embernek csorbul. De ez a második kör, itt ugye mondtam, hogy ez az egész lelki állapottan egy elvagyogatás van. Elvagyogatásnak hívom, amikor nincsenek céljaid, és úgy nekem pont jó ez a helyzet, és ebben nagyon gyorsan bele lehet merülni. Nagyon gyorsan el tudsz süllyedni ebbe a börtönbe, mert börtönnek hívom ugyanis, biztosan nem fog az életed egyről a kettőre lépni. Én tudom magamról, amikor meghoztam a döntést, a vállalkozásban szerzett rendszerben való gondolkodásomat beleültettem ebbe az egész diétába, hogy mindent igenis mérni kell, mikor kell enni, mennyit kell enni, hányszor kell edzeni, és ezt kontrolláltam segítséggel a környezetemben, szakmai segítséggel, akkor ki tudtam törni ebbe a börtönből. Ez volt a baj nekem a mindegyik diétánál, hogy nem volt segítség. Hogy egyedül kellett megoldani a kaját, és nem volt kitartás, nem volt annyi energiám, hogy ezeket megoldjam, és most ezzel a segítséggel, ezzel úgy érzem, hogy ezzel sikerülni fog. Ezek után itt vagyunk a stúdió interjúban, én haragudni is fogok rá, hogyha nem fog sikerülni, hisz ugye úgy kezdtem nagy hangzatos szavakkal, hogy én meg szeretném változtatni az életedet, de ahhoz, hogy sikerülnél megváltoztatni az életedet, ez te fogsz kelleni mindenképpen. Én nem tudok majd helyetted edzeni, én nem tudok majd helyetted jól étkezni, én nem tudok majd helyetted odafigyelni, nem tudom lemérni azt a kaját, nem tudok egyről a kettőre lelki erőt adni, hogy igenis reggel felkelek, elmegyek egyet kocogni, sétálni eleinte, ugye. Beszéltük azt, hogy ez a helyzeted már, beszélgettük itt az interjú előtt, hogy te majd szeretnél futni meg milyen kajákat akarsz enni, vagy éppen ettél is. Nem. Te jelenleg egy kritikus állapotban vagy. Örüljünk, hogyha le tudsz sétálni 3 kilométert lihegés nélkül. Örüljünk, hogyha föl tudsz sétálni a második emeletre lihegés nélkül. Miután liheg a szervezet, az egy nem jó állapot, nem feltétlen zsírt éget olyan állapotban a szervezetünk. Az a céljunk, hogy itt eleinte aprólékos testmozgással elkezdjenek lemenni a kilók, de azért, mert megérzi a test, a genetikád, a rendszerben való étkezést. Nagyon fontos gondolatot el kell itt mondanom, hogy azzal se áltasd magad, ha itt most elérünk eredményeket, 148 kilóról le fogsz csökkenni 130 kilóra, az még továbbra is egy veszélyes állapot, abban az állapotban is egy 50 kiló rajtad van. Hát fogja meg létszés egy cementes zsákot, úgy tudom, hogy egy cementes zsák az 25 kiló? Bocsánat, 36 tippeltem. Hát fogja meg két cementes zsákot, azt sétálgassál már létszés az utcán. Igen. Érted a hasonlatot? Igen. És az még nagyon fontos leszögezni, hogy a szervezeted az oda fog törekedni, amit éveken át tapasztalt. Most mi azzal, hogy ezt az egészet elkezdjük, mi egy negatív impulzusokat adunk majd a testednek. Hisz kemény edzéseken fogsz átesni. Lesznek olyan gyenge pillanatok, amikor a kalória deficit miatt, mert több kalóriára vágyik a tested, főleg a múltból fakadóan, éhségrohamok jönnek rád. Azt tudjuk természetesen, vannak praktikák, hogy ezt kieszközöljük,
de a lelki erő, az, hogy igenis megállom, és nem esek vissza, és őszinte leszel velem, meg a környezetedben lévő segítők ezekkel, hogy igen, gyerekek, tegnap visszaestem, nem tudom, benyomtam egy parizeres szendvicset a munkahelyen, mert egyszerűen annyira ilyes voltam. Ez benne lesz ilyen. De itt az a cél, hogy a folyamat az legyen meg. Akkor is másnap, ha felkelsz, tudd azt, hogy most változtatni kell, és nem feltétlen azért, hogy a végel naplója a stúdióban, itt beszélgettünk, és már elköteleződés van felém, hanem magad miatt. Így van, magam miatt. Magad miatt. A szüleid miatt. Azoknak, akik szeretnek. Ebben az állapotban, gondolom te is meg tudod erősíteni, azt keressük azokat a személyeket, akik azt mondják a környezetünkben, hogy jaj, Tomikám, én így is szeretlek. Így van. Ugye? Csak ez nagyon veszélyes mondat, mert mi ezeket az embereket szeretjük, felnézünk rájuk, de egyben, csúnyán kimondva, a halálba is küldhetnek minket. Mert ezzel a jaj, Tomikám, jaj, de szeretlek, és tök jó vagy így nekünk, ez nagyon meg tudja nyugtatni az embert. Látod, én nekem vannak olyanok a környezetemben, akik így is szeretnek. Ez olyannyira rossz irány, hogy az emberi kapcsolatainkra nagyon hatással van. Mondtad, hogy vége lett a párkapcsolatodnak. Igen. Hatással volt az egész állapotod a párkapcsolatra? Igen, sajnos ez kihatott rá a párkapcsolatomra. Most lassan már 9 éve voltunk együtt, és ellaposodott a párkapcsolatunk, és valószínűleg nagy hatással volt ez a testsúlytömeg, annak, hogy vége legyen. Amikor összejöttetek, akkor hány kiló voltál? Amikor összejöttünk, szerintem 120 kiló körül lehettem, akkor is már ugye túl súlyos voltam, de és akkor jött fel, folyamatosan jött a kilók. Majdnem 30 kiló. Így van. Ez... És a közben még ugye a párkapcsolat alatt is többször voltak. Akkor volt ez a fél éves diéta, amikor lement, ez a 10 kiló, de ugye nem tudtam tartani. Többször voltak diétáim a párkapcsolat alatt is. Nyílt titok szerintem, hogy ez a párkapcsolatban a szexuális életre is hatással van, ez az állapot. Ha már onnan kezdjük, hogy abban az állapotban az ember félmeztelenkedni nem mer, akkor igazából a hálószobába miért merne. És fél attól a megaláztatástól, hogy esetleg a másiknak nem tetszik, ugye, aki annak az embernek nem tetszik, akivel együtt él, akit kedvel, akit szeret. És ha otthon nincs minden rendben, akkor ez további láncreakciót indít el. Hatása lesz a munkahelyre és az élet további területeire is. Tehát igazából nagyon fontos azt belátni, hogy amikor nem vagyunk magunkkal megelégedve, amikor ilyen állapotban vagyunk, mint most te, vagy én, amikor én voltam, igazából ez a nyitja, a változás az egész életnek. Érdekes módon akkor én ráfogtam egy cégre, hogy nincs időm komolyabban foglalkozni azzal, hogy mit eszek, hogy eszek, edzek, nem edzek. Most, hogy 3 céget irányítok, érdekes módon jut idő az edzésre, hogy mit eszek, hogyan eszek. Akarni kell, Tomi. Igen, ezt én is mondom neked majd, úgyhogy Tomikám, a második nap a diétádban nagyon, nagyon lelkes vagy még, majd amikor 2 év után beszélgessünk, jó? Ez nagyon fontos még itt leszögezni, és efelett sem suhanjunk el, hogy ebben az állapotban az ember önsajnáltatni szereti magát. Keresi a kifogásokat. Hát én szentül meg voltam győződve arról, hogy pajzsmirigyes problémáim vannak. Hogyan már? 42 centis pizza volt a probléma vacsorára, amit megettem, aztán megittam rá egy... Fél liter kólával. Így van. Jó kis böfi, ismerős. És alvás. Így van. Érted? Alvás előtt egy órával, 42 centis pizza. Tehát itt igazából nagyon sok ember áll betegségek, áll problémák mögé bújik. Látom a környezetemben is. Változtatni kell gyökeresen, és nem a problémák mögé bújni.
biztosan van olyan személy, akinek sajnos ténylegesen egészségügyi problémája van, de itt igazából megvizsgálnám azt, hogy mennyit eszik egy nap. Ugye, amit megeszünk, azzá válunk, van ez a közmondás. Minden egyes kajának, minden egyes falatnak, egy levelecske chipsnek, egy deci kólának, mindenek kalóriatartalma van. Hogyha te, nagyon egyszerű a matek, ha te több kalóriát viszel be, mint amit egy nap elégetsz, akkor hízni fogsz, és zsírként raktározza a szervezet. Amíg nem gondolkodunk rendszerben, amíg nem viszünk egy rendszerességet, egy tudatosságot az egész mögé, addig csak tapogatunk a sötétben, és lehet, hogy mi azt hisszük, hogy diétázunk, közben csak stagnál a szervezet, és emiatt bele is ununk egy idő után, hogy nincs eredmény. Azt most leszögezem, lesznek olyan kemény időszakok, amikor akár két héten keresztül te edzel, odafigyelsz, és a mérleg nyelve nem fog mozdulni. Ilyenekre készen állsz? Hát ilyenkor kell azt, hogy kitartani. Elszálltnak kell akkor is lenni. Korábban ilyenkor adtad fel, nem? Így van. Akkor mondtam azt, hogy hát ez nem jött össze. Egy nehéz időszak előtt állsz, az biztosan, de azt is fontos leszögezni, hogy ez egy két éves időszak lesz alsó hangon, és utána még mindig a szervezeted, ahogy említettem, már vissza akar törekedni abba az állapotba, hogy újra hízhass. Tehát utána is lesz egy utókövetés, hogy minden rendben legyen. Milyen látható jeleit tapasztalod magadon ennek az elhízott állapotnak, amiket úgy nem mondasz el soha senkinek, de a hétköznapjaidban jelen van az albéletedben, és maximum a kiskutyát tud róla? Hát ugye a bőröm kitágul, a bicepszemnél ugye már vannak bőrtágulások, bokadaganat, az fájdalommal jár, ugye nem bírja a súlyom. Ugye fel kell mennem a másodikra, főfele, hogyha cipelnem kell mondjuk egy zsugorvizet, akkor már eléggé megterhelő, már csak a másodikra felsétálni is. Sebesedések vannak a testeden? A lábomnál, ugye a combomnál, ugye, ahogy összeér, ott vannak egy kisebb, időnként sebesedik, igen. Mikor volt utoljára a strandon? Strandon? Hát tavaly nyáron. De az is úgy történt, hogy ugye bementünk a vízbe, én voltam az első, aki bemegy a vízbe, én vagyok az utolsó, aki kijön, és egyből a póló, nincs az, hogy napozás, hanem egyből felveszik a pólót, hogy ne látszódjanak az idomok. Az elhízott állapotnak például a jellegzetes tünete az, hogy kitágul a gyomor, és a kitágul gyomor miatt a nyelőcsőből olyan szagok jönnek fel, amire hát nem büszke senki. Tehát büdös a lehelletünk. Büdös a lehellete az elhízott embernek. Ezt érdemes megfigyelni, és ez is összefügg ezzel. A túlzott édesség, a túl nagy zsíros étel, fűszeres ételfogyasztás a fogazatnak árt, elsárgulnak a fogak, elszúvasodnak a fogak. Ezeket tapasztaltam én is. Néha előjött ez a kisebb, ahogyan mondtad, gyomorból felszökő szagok, és kellemetlen volt, és nem tudtam vele mit kezdeni. És ugye a haj elhullás is nem csak genetika, de ugye vesztem el a hajamat, és ezért már nem tudom, nem csak hajvágás, de már borotválom a tavaly nyár óta a fejemet. És hát ez is közben, ugye az elhízás, ez is közben jár azzal, hogy ugye elvesztettem a hajamat. A körömágyak be vannak szakadozva, ugye az is teljesen ennek a tünete, igazából vitamin hiányos a szervezet. Igen. Az, hogy valaki elhízott állapotban van, szokták mondani, hogy dök is erős vagy. Hát nem erős vagy, hanem... Elhízott, igen, és ennek tényleg vannak ilyen tünetei, amiket nem látnak az emberek. Ugye mondtad itt a koposzodást, a bőr egyes felületeken tök száraz, másik felületén pattanások jönnek ki, pirosodások. Ugye mondtad ezeket a csíkokat, amik a bőr tágulás miatt jönnek ki, a hastájékon, kartájékon, nyilván ez egyén függő, hogy hol, de
ezek már tényleg olyan jelei, hogy segítségért kiállt a szervezet. Neked milyen rendszeresség van most az életedben? Hát nem nagy. Sajnos. Most bármire értem. Tehát eljársz igazából az a rendszeresség, eljársz dolgozni. Igen, eljárok dolgozni, és két hetente várom a szombatot, hogy el tudjak menni focizni, amit ugye említettél, erre a baráti focira, és végül is ennyi. A kutyámmal, hogyha szabad hétvégés vagyok, akkor a kutyámmal sétálok. Hány napot dolgozol egy hónapban? Egy hónapban kérlek szépen 20 napot, 20-25-öt. Lenne időd sportolni heti 4 órát? Bele tudnám kalkulálni az időmbe. Eddig mi nem kalkuláltad bele? Mert lusta voltam. Mert el voltam így, ahogyan jó ez így nekem. De most ugye... Hány óra tájt érsz haza, és hány óra ezt dolgozni? Hogyha a délelőttös műszakban vagyok, akkor reggel 5-re bent vagyok a munkahelyen, és 3-ig dolgozok, azt jelenti, hogy 3-4-re vagyok otthon. Ugye akkor még akkor elintézem a kutyát, ugye egész nap egyedül van, elviszem sétálni. Hányra jelsz dolgozni még egyszer? 5 órára. 5 órára, tehát a körülbelül ilyen... 3:30-kor kellek. 3:30-4-kor kellsz. Ezért is volt az, hogy nem járok el edzeni, mert ugye örülök, hogyha 4 órára hazaérek, és utána már nincs kedve az emberek, és nekem nincsen kedve, nincs energiám még edzeni. 3:30-kor kellsz, ugye azt mondtad. Igen. 8 óra alvás az nagyon szükséges, fontos leszögezni, akkor mennek végbe a dietetikus folyamatok is, a hízási folyamatok is, tehát az emberi szervezet a mély alvás során bontja le a zsírt, vagy éppen építi az izmot. Tehát a 8 óra alvás az nagyon fontos. Ha 3:30-kor kelsz, akkor azt jelenti, hogy körülbelül 7:30-kor kellene aludnod ahhoz, hogy meglegyen a 8 óra, ugye? Igen. Igen, jól számoltam. Most a 3:30-kor érsz haza. Ott van 4 órád, amit eddig azzal töltöttél, hogy kimostod a ruháidat, kicsit pakolászta otthon, elugrottál a boltba, és ettél. Az evési idő az nem fog csökkenni, hisz most is enned kell majd. Azt meg tudjuk oldani. Itt azt kell megoldani, hogy heti 4 alkalommal te legalább tudja egy órát sportolni. És úgy, hogy igazából mondtad, havi 20 napot dolgozol, azaz körülbelül 10 napod szabad ezek közül, mindenkit meg lehet oldani. Eddig ez egy kifogás volt, hogy te nem volt időd erre. Tomikám, én annyit tudok ígérni neked, hogy tanácsokkal tudok szolgálni. És azért tudok tanácsokkal szolgálni, mert tudom, hogy az én életem is megváltozott. Rendszerességet, automatizált folyamatokat építettem be az életembe, a cégeim életébe, és tudom azt, hogy egyről a kettőre tudtam így lépni, kinézetbe is. Nem gondoltam volna 2018. januárjában, hogy én valaha így fogok kinézni. Nem, mint hogyha most annyira Superman kinézetem lenne, de igenis egy előnyös megjelenést tudtam elérni. Az fontos, amikor az ember elkezd ezt a folyamatot, akkor elkezd érdekelni, hogy fú, milyen ruhákat hordok? Fú, hogy áll az én szakállam? Fú, hogy áll az én hajam? Elkezd nézni olyan területeket az élete során, ami esetleg a megjelenésével is összefügg. Sosem szerettem ruhákat nézni, meg... Elegánsan felöltözni. Igen, mert menekültem, mert, de ezt már tisztáztam. Nem volt önbizalmat sem. Tamás, van releváns tudásom, magamon tapasztaltam, én is egy elhízott genetikával rendelkezek, egy falusi srác vagyok, aki Budapestre került, tudom a hogyant, és fogok neked segíteni. És azért fogok segíteni, mert jó srác vagy, jó ember, ez viszont abba fog kimerülni, hogy csak a hogyant tudom, de neked kell küzdeni majd. Neked kell az izzadságcseppeket az edzőteremben, vagy éppen a szabadban, ahol edzesz majd véghez vinni. Neked kell majd, amit mondtam, a lelki erőt kölcsönözni magadnak, és neked kell kitartani, neked kell elérni ezt az egészet. Egyet ígérek, ha ezt be fogod tartani, és odafigyelsz, és végigcsináljuk, meg fog változni az életed. Beköszönt majd a szerelem, a csajozás, minden. A strand. Igen, a strandolás az életedbe, és
egy új ember leszel. Két év múlva Bódog Tamás 85 kilósan itt fog ülni a stúdiómba, és teljesen más embert fog látni mindenki. Megcsináljuk? Igen. Akkor hajrá! Tamás, zárásképp így a minden bele hangulatban kettő dolgot ígér meg itt a nézőknek és nekem. Mutatom, mi az a kettő dolog? Igen. Az első az, hogy mindenképp kövess be engem YouTube-on. Meg lesz? Mindenképpen. A második pedig az lenne, hogy emeld meg ezt a tál vizet. Ez 10 kiló víz, 10 liter víz. Hansúlyan. Ezt két hónapon belül le kéne adni. Megcsinálod? Megcsinálom. Akkor csináljuk, jó? Segíteni fogok. Köszönöm. Örülök, hogy itt voltál. Én is. Köszönöm a meghívást.